Mit csinálsz, Zsuzsi? Közelem a galambokat esztivel. Ügyesek vagytok. Meg tudjátok oldani ketten? Tessék? Meg tudjátok oldani ketten? Az egészet, vagy csak amelyik betű? Az egészet. Ügyesek vagytok. Szia te! Ő a másik örökbe fogadott kutyánk. Tehát ez az egyik, ott valahol a másik. Már ekkora szép nagy lett, ha emlékeztek rá az előző videómból. Szaladunk, meg jönnek a kecskék, engedjük be. Itt vannak Rikiek. Gyertek, nyissuk ki a kaput. Nehogy jönnek meg. Nehogy jönnek meg. Gyertek, Amo, gyorsan. Hajtsad te! Hajtsad kicsi! Hajtsad te! Eszter, jól megijesztett! Mi a helyzet? Tessék bemenni! Itt a másik kutyus. Ő is milyen szép nagy lett. Igaz? Kicsi szeretett gombócok. Adjál pacsit! Szia! Most tanuljuk a pacsizást. Ugye? Ó, de jó neki! Ördögének a malackáink is. Igen, igen, jó, csúcsú. Csúcsú, itt a hasíja neki. Ugye felgurom? Így. Na, jó van, köszi. Az ördög kaptam. Lisztet és törőbúzát tátunk meg. Jó, sok gaz van, amivel el tudnak bújni. Igaz? Igen. Igen, így, na, így haladunk mi a fejleményekkel, így. Súroljuk a hasít. Mindjárt ide felgurulunk, úgy be a sarokba, ott pont van egy ilyen nyílást. Kicsit kényelmetlen neked, baba. Kényelmetlen, mami. Na, de így szeretik, hogyha simizzuk a kicsi pociát. Na, jó, tessék enni is most. Most nem sumi-sumi, nem simi-sumi, no. Milyen szép szemed van, és milyen szép tiszta órod van. Na, kicsi sár, úgy, elkidőlt. Kidőlt. Kidőltni. Kicsi. Na. Neked is csak az a baj, hogy összesároztak itt kézen között engem. Te is. És hallgassatok, alszanak a malacok. Fejére ráfeküdt. Na, soroljuk meg pacit neked is. Még ennyi nem elég? Még ennyi nem elég? Szia! Na, jól van. El vannak kávóba tőlem. Na, megyünk tovább. Most kaptak ilyen metalin és vitaminos vizet. Esznek, isznak, lefekülve is eszünk. Szépen nőnek. Ez még különleges csirkeszték? Mert el van csavarodva a csőre, és olyan nem tud enni, és a farka is el van csavarodva. És ezért a kedvencetek. Uh-huh. És Csavi, ha 100 évig él, akkor 100 évig meghagyjuk. Tolul van a hajadba. Kicsi falusi lány. Dobjunk egy kicsi zöldet a tyúkoknak, és a Rityiknek. Mert azokat most nem engedjük ki a nagy udvarba. Nektek mi kéne? Ti kim vagytok? Egyik délután ez a csapat van a nagy udvarba kint. Másik délután ez.
akkor most ez a fagyinak a vizes edény, igen. És indul a mentő akció. Most félmegy és megkeresi a kis macskákot. Ott van fagy is? Nem. Dobozban vannak? Igen, mondtam én, hogy ott vannak, láttam. Akkor bejönni, bejött! És a mentő akció megtűti. Neki nincs kinyíló szemecské. Jó vagy lányok? Szemecské. Ennek ki van. Jaj, neki szívet. Neki? Gyere, fagy. Neki ki van? Ez lányka. Ez is lányka. Cicák! Hát szerintem mind nyostén. Nézek, fagy. Nyostén az egész. Egy kicsit meg most már. Ne szír, jön anyu. Itt van anyuka, és tegyed bele a dobozba. Jön anyuka, és ott vannak, na ott vannak. Ezt becsukom, gyere ki. Na szépen, szerintem vigyük be oda. Gyere, kusti ki, gyere ide. Gyere ki. Gyere ide te. Gyere ama. Gyere. Ura, bocsi, gyere amma, gyere! Picula, gyere amma! Kicsi nótás kedvű, gudu-gudu! Ez egy biztos hely lesz nekik. Így fogjuk hagyni, hogy tudjon kivel járni. És hogy fokozzuk a hangulatot, kiengedjük picikét. Egyébként minden délután ki van engedve. Gyere, baba! Gyere, Csajci! Gyere! Gyere! Arra! Tessék menni elé! Hopp! Na, pucol és! Arra, né! Arra, nem! Úgy, na! Wuff, wuff! Az menté! Két nap alatt? Igen. Játszanak, barátkoznak, keresi, hogy kutya kaját megenni, csak nincs. Nézzek, hogy játszanak vele te. Még egyszer felháborodik, jó, meg haraddál őket. Hopp, hopp! Mióta vagy kutya? Hogy elhúztok? Na, mindenki. Na. Nem szabad. Tudod, nem szabad. Jó kicsi. Na. Hopp. Te is beleállnál, mi? Csak te nagy vagy. Ezen a helyen alszik a kicsi gidánk, Bella és Félhő. És most ide is teszünk be száraz gazt. Kényelmesebb legyen éjjel. Na így, ez is rendben van. Egy gyors vizsgálat itt a fóliába. Innen az uborka kikerült. Helyébe került saláta. Itt végig, most kezd kelni elég szépen. Ide elő spenót, és ahogy látom, most kezd bújni. Csak rá kellene zoomolni, így. Na, de meglátjuk. Itt még egyelőre nagyon szép a paradicsom.
nem égigérő passzúja, hanem égigérő paradicsom. Remélem nagy fagy nem lesz, hogy a hideg megcsípje ott fent. Szépen terem, kint ugye a kertbe, ami lement, tönkrement, itt megmaradt. Ezt nagyon szépen lehonyajasztam. Kétszer-háromszor, utána csak kihajtott meg ilyen szép dús kövér lett. És nem bántom, tehát így is terem. Itt vannak cellerek, nem ilyen szép nagy kövér, az is marad. Egyelőre ez így marad minden. Nagyon sok az zöld paradicsom. Reméljük, hogy ez még egy hónapig is fog nekünk teremni. Majd ez, amikor kikerül, akkor majd ide hátul keresztül fokhagyma kerül, meg ide ódalt, hát szerintem csak saláta, meg spenót, meg ami bírja egy picit a hideget, mert azért csak lesznek a télen hidegek, meglátjuk. Hát így állunk itt, amióta nem volt videó, amióta nem volt beszámoló, azóta mi nem változtunk sokat, malacok egy kicsit nőttek, a csibék nőttek, itt hagyma van, csak ez, jaj, azt hittem be van rakva, de nincs berakva, csak rá. Ez egyelőre most itt van. Ezt még át kell választani, a hagymákat, és most már megpróbáltam felfonni, de nem sikerült, mivel nagyon le volt száradva a szára, és nem volt amit megfogni. Itt van egy jó paradicsom, de itt láttam pirosabbat is, kéne. Amint látszik a levelén, ez ilyen kék kő, meg mész. Ezzel piccolta meg a férjem. Falusias, hogy jó, beletörődik a nadrágunkba. Jó, megtisztítjuk, és meg is ehessük. Szóval, tele szájjal nem beszélünk. Lássátok, hogy milyen szép piros, én meg milyen finom. Kint a fejlemény, nem sok. Nagyjából meg van ürülve a kert. Itt a paradicsom lement. Most egy picit kezdi kiújulni, de már termés nem nagyon van rajta. Hát még ami van, azt leszedjük menet közben. Én a kukoricát megfőztük hajnalkának, teljes törőbúzának. Szóval már csak kóré van. Ebből szoktunk a kecskéknek mostanában vágni le egy pár szálat és odaadni, mert hogy ilyen félszáraz, még megeszik. De ha egészen kiszárad, hát nem örülnek neki. Ott vannak a szénák. A tegnap időközben megszakadt a videózás. Ma zakuszka főzéssel folytatjuk a napot. Zsuzsival tüzet rakunk, és készítjük fel a zakuszkának valót. Ügyes kis segítségem. Tudni illik, az egyik őszi tevékenység kedvenceink közé tartozik a zakuszka készítés. Most nem főzünk nagy adagot, mert majd még egyet szeretnénk főzni, mikor a csapat egyik tagja hazajön. Neki a kedvence, és úgy egyeztünk, hogy most főzök egy kisebb adagot, ő meg mikor jövő hónapban hazajön, akkor majd egy nagyobbat is fogunk. Tartsatok velünk! Elég szépen terem a paprika kint a kérbe is, pedig azt gondoltam, hogy már nem is lesz. Nagyon vízigényes a paprika, gondolom ti is tudjátok. De elég jó, itt ez a pár tő, ez elég jó. Na jó, menjünk dolgozzunk is valamit. Közben begyűjtöttük a... Itt vannak a virágok. Egyelőre még kint, aztán ha romlik el az idő, kezd hideg lenni, akkor majd bekerülnek. És időközben összeszedtük a dísztököket. Csajok nagyon szeretik. Szépek. Ilyen kis hordó kávézónak. Kicsit megvan nő egy ház előtt a fű, de majd lekaszálódik. Vannak a dinosaim, segítségeim, úgyhogy
kicsit úgy vagyunk, hogy menjünk, csináljátok, fogjuk, megvigyétek. Miután minden bekerült az üstbe, jöhetett egy jó kávé. És Zsuzsa már nem bírja kivárni, félig készen, ők meg kóstolják. Hát ebben még fele, szinte fele az alapanyagnak nincs benne, de na, meg kell kóstolni. Ahogy lássátok, mi még használjuk a nagymamáiktól kapott plétányírokat. Elég cukin néz ki. Mi szeretjük. Milyen szépek. Na, akkor megmutatom, mibe került át a zakuszkánk. Ebbe az óriási nagy fazékba. Mert kicsi az üstünk, és alig kerül bele a hagyma meg a paprika, és már is tele lett. És így aztán Zsuzsa felugrott a padlásra, levette ezt a nagy fazakat. Egyébként ebben már nem olyan tűnik olyan soknak, de legalább ha forró, nem ugrál ki belőle, könnyebb vele bánni. A tűzhelyet egy kicsit át kellett modifikálni, mert hogy improvizálnunk kellett. Valamit láttam, ami jó, babérlevél. De már így is finomnak néz ki. Egy ilyen kis mazlagságot csináltunk ide, mert hogy pléhet, meg egy ilyen rácsot tettünk, hirtelen nem volt más megoldásunk, mert úgy segítség nincs, a férjem nincs itthon, és mi a csajokkal ügyeskedünk. Szóval, tartsatok velünk. És mind a villám, mindjárt üres a tányér. Ne engem! Zsuzsa, ő az ő csatornájával foglalkozik menet közben. Mezőségi minifarm. Több nagyobb részete gondolom már tudja. Ott fő, süllög. Az a kuszkánk. Úgy ezt a videót úgy akartam megcsinálni, hogy abszolút nem vágok ki belőle semmit. Nem is fogok. Engem igen. Téged sem. Engem igen. Biztos nem. Ott engem van nulla. Teszem szelfíves, mutatlak meg mindent. Menjél te! Hát is egy keszebb lenne, szóval. Na most menj... Na, bocsi. Most megyünk, rakjuk bele a fuszuikát, a babot. Mi úgy szoktuk, hogy nagy részét ledaráljuk, ahogy gondolom mindenki szokta. Itt látszik. De viszont a csajok szeretik, ha vajszem is van benne. Így meg hagytunk itt egy adagot a tetején, amit nem darálunk. Ez így kerül bele. Na, nézzük meg, mi jön ki belőle. Belekerült a fuszuika, a bab. Igazából nem tudtam videózni is, meg dolgozni is, ez elég nehéz. De megmutatom, jól kavarom el. És ilyen jó nagy szemek vannak benne. Nem tudom, ha most pont látszik-e. Ilyen jó szemek maradtak benne. És ezt még 20 percet főzzük. Úgy többtől hallottam, hogy reszelnek bele és dísztelnek murkot, mert édesebb. Nos, én azt gondolom, hogy a paprika elég ért, a paradicsomlé nem az a nagyon savanyú, akkor biztos finom lesz. Úgyhogy én nem tettem. Ebbe gyakorlatilag hagyma, gogos paprika, fuszuika, só, bors és babérlevél van. Úgyhogy majd még megmutatom, mikor kivesznek a csajok még egy kóstolót, hogy néz ki, mert így párában nem látszik. És azután el is köszönök tőletek, mert hogy délután programunk van. Motorversenyre megyünk. Lehet, ha a végére bevágok egy-két rövid videót abból is. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, velem tartottatok, és találkozunk remélhetőleg legközelebb, minél hamarabb. Vigyázzatok magatokra! Nagy ölelés mindenkinek, sziasztok! Thank you.
Hol vannak?